Sziasztok! Lemaradt a diáról, Szatmári Tamás vagyok, a Revehol Magyarországtól. Legelőször is segítsetek nekem egy kicsit, mert így egyszerűbb lesz, hogy mire fókuszáljak. Ki az, aki használ közületek Gmail-t levelezésre? Oké, és ki az, aki használt már ilyen csapatmunkába Google Docs-ot? Hát ez nem lesz nehéz. És mondjuk ki az, aki tudja, mi a különbség a Gmail és a Google Apps között? Oké. Nos, a következő előadásban egy picit a Google-nek a kisvállalatok, illetve a nagyvállalatok számára nyújtott eszközeiről szeretnék egy ilyen listát, vagy egy ilyen áttekintést adni. Mivel ilyen sokan egészen jól ismeritek, ezért az alap dolgokban nem fog belemenni, igyekszek majd egy-két olyan apró finomságot elmondani, ami talán kevésbé ismert. Ez a dia, ez alapvetően a Google-nek a hogy is mondjam, az ilyen nagyvállalati sales-es diájáról lett lopva. Azért érdekes, és azért gondoltam, hogy beteszem ide, mert egy az egybe szerintem a mai, hogy mondjam, startup kulcsszavak azok pontosan ezek, és éppen ezért egészen jól kiszolgálja azokat az igényeket, ami szerintem egy átlag induló cégnél tipikusan felmerülnek. Egy picit a Revehol-ról, illetve egy picit rólunk. Doctors of Kft. 2009-ben indult, mi alapvetően szoftverfejlesztéssel, Java szoftverfejlesztéssel foglalkoztunk, foglalkozunk most is, és belecsaptunk abba, hogy milyen jó lenne a Google viszont eladójaként úgy bejutni nagy cégekhez, a Google Farmizén, hogy aztán integrációt, egyedi szoftverfejlesztést adunk el. Ez aztán egészen jól sikerült, és becsatlakoztunk egy Revehol nevű céghez, ami egy ilyen nemzetközi Google viszont eladó, alapvetően nagyvállalati környezetben vezet be Google-t. Az az érdekesség, hogy egészen sok, meglepően sok nagyvállalat használja. Nagyjából ezzel az egy válaszsal szoktam az összes ilyen feltegyem a felhőbe a leveleimet, dokumentumaimat, kérdést elhárítani, hogy akár egy spanyol banknak is megfelelő minőségű biztonságot nyújt, akkor egy induló KKV-nek pedig abszolút megfelelő, és emellett viszont rengeteg előnyt tud behozni. Ezt nagyjából elmondtam. Jó, tehát akkor Google Apps-ben mi az, ami milyen alkalmazások találhatók meg? Levelezés, naptárkezelés, dokumentumkezelés. Amit már talán kevésbé ismernek, hogy tavaly jött be a Google Plus-on keresztül a Hangout. Tök jól lehet 15 főig videokonferenciát tartani, akár úgy is, hogy közben közösen szerkesztetek a dokumentumot. Valamint aztán tényleg van olyan, amit kevesebben használnak, ez a webhelyek. Projektek kezelésére, a dokumentumok egy picit jobb struktúrálására kiválóan használható. Amit itt még esetleg érdemes elmondani, hogy a Gmail, az ingyenes Gmail és a Google Apps közötti különbség leginkább az, hogy a Google Apps-ben tudod használni a saját cégednek a domain nevét. Tehát, hogyha ezt egy szóval össze lehetne foglalni, akkor nem kukac@gmail.com, hanem valamilyen saját domain neved lesz. A hátrány viszont, hogy ez már jelenleg fizetős. Ez valaha úgy indult, hogy 300 fő cégeknek ingyenes volt, aztán 50 fő, aztán 10 fő, és idéntől kezdve már 40 euró per felhasználó per évet fizetni kell mindenképpen. Viszont ezért az ember megkapja ezt az összes szolgáltatást nagyjából, valamint hát ez nagyvállalatoknál izgalmasabb, de ott kap fix rendelkezésre állást. Ez 3-9-es, vagyis ilyen éves szinten 7-8 órát esik ki. És ezt egészen jól tudják is tartani szemben mondjuk egy saját üzemeltetésű levelező rendszerrel, vagy mondjuk, hogyha a domain szolgáltatónál használod magát a levelezőt. De nagyon kellemes, hogy ha weboldalon beregisztráltok, akkor lehet ilyen havi postpaid fizetést bankkártyáról bepipálni. Ez azt hiszem tavaly ősztől kezdve is viszonylag újdonság, ami után ténylegesen annyi felhasználót fizetsz, amennyit használsz. Tehát, hogyha januárban 2 felhasználó volt, akkor 40 euró, de ha már március közepétől 15-en vagytok, már éppen egy projekthez kellene plusz e-mail címek, akkor azt is lehet arra fél hónapra kiszámlázzák a végén. Egy picit a levelezésről. Most az egyértelmű dolgokon túl itt összeszedtem egy-két olyan dolgot, ami esetleg izgalmas lehet. Ugye, hogyha nem a hagyományos Gmail-t használjátok, akkor picit nagyobb 25 gigás a tárhely, ami sok embernek egészen fontos és egészen jól tud jönni. Ugye például miért is jó a Gmail felület? Lehet egy felületen a levelezésben, a docsikban és a sites-os projekt oldalakban is keresni. Ugye, hogy beírtok egy kulcsszót, akkor kidobja az összes találatot. Bele van integrálva most már a Hangout, tehát a kis jobb oldalt, itt van ugye a chat, eredetileg itt állt, tehát ide rakni, a chat-es kliensből lehet indítani hangoutot, videótelefonálást,
sőt még egy csomó ideig ingyenes volt, hogyha az USA-ban hívtatok telefonszámot, de nemzetközi hívásokra is egész jó használható ilyen 5-10 eurocent környékén, ami hogyha nem akartok külön valamilyen VoIP szolgáltatást előfizetni, akkor nagyon jó szolgálatot tud tenni. Hogyha Google Apps-et használtok például, akkor be lehet állítani ilyen catch-all címet, ami annyit jelent, hogyha bármilyen e-mail címre az adott domainen belül küldtek levelet, az beérkezik az adminisztrátorhoz, vagyis hogyha elgépelték véletlenül az e-mail címet, azt sem veszik el, nem dobja vissza a mailer démon. Valamint például lehet a levelek végére disclaimert rakni, amire megnöveli a levelek hosszát, viszont hogyha például találtatok befektetőt és nemzetközi piacra léptek, egy csomó országba kötelező a disclaimert a levelek végére rakni, tipikusan azoknál a cégeknél, akik titkos vagy belső információkat kezelnek. Rengeteg kiegészítő van hozzá, a két kedvenc kiegészítő, amit mostanában találtam meg, az egyik a Yesware, ami egy kis ilyen böngésző extensionként települ. Azt a technikát használja, mint a MailChimp, meg ezek a hírlevélküldők, arra, hogy ha elküldtél egy levelet, akkor láthatod azt, hogy ezt a levelet ki és mikor nyitotta meg, illetve hogy honnan. Egészen egyszerűen a HTML levélbe beletesz egy kis képet, egy egyszerű fehér pixelt, amikor azt valami átlag webes felületről megnyitják, Gmailből, Yahooból, de még a Thunderbird Outlook párosból is, hogyha be van állítva, akkor az egyből látszik a szerveren, hogy ki és honnan és mikor. Nagyon hasznos tud lenni. A másik pedig a Boomerang, ahol be tudod állítani egy adott levélnél, hogy elküldted valakinek, viszont néhány nap múlva, hogyha ő nem válaszolt, akkor kerüljön vissza az inboxodba. Ez szintén hasznos a, mondjuk az ilyen inbox, vagy a levelezésben történő teendőkezelésre. Igen, be lehet kapcsolni labokat, innen a kedvencem az a matek példás. Be lehet kapcsolni, hogy ha egy bizonyos időintervallumban, mondjuk este 8 és reggel 9 között levelet szeretnék küldeni, akkor feldob egy matek példát, hogyha illuminált állapotban szeretnéd ezt használni, akkor ne tudj kompromitáló leveleket elküldeni. Mobilitás. Mobilappok most már az összes Gmail Google szolgáltatás az egészen jó elérhetők. Jött az új Gmail mobilapp iPad-re, Android-ra, iPhone-ra ezeket. Érdemes megnézni, picit lassabb, mint a mobilapja mondjuk az iPhone-nak, viszont egy csomó funkció nagyon jól elérhető benne. Valamint, hogyha Google Apps-et használtok, akkor ezeket az okos telefonokat be lehet regisztrálni a domainhez. Ami például azért nagyon jó, hogyha elveszik a telefon, akkor az adminisztrátor ezt távolról le tudja tiltani, vagy lehet ilyen központi, biztonsági házi rendeket beállítani, hogy biztosan minden telefonon legyen jelszó. Ez mondjuk már egy picit esetlegesen nagyobb méretben izgalmas. Valamint természetesen a címjegyzéket lehet szinkronizálni a telefon címjegyzékével, így ez egy nagyon jó backup hely, hogy ne vesszen el a címjegyzék, hogyha elveszik a telefonon. Naptárkezelés. Hát itt is, hogy valószínűleg akkor már többen ismeritek, több naptárat létre lehet hozni, ezeket a naptárakat csoporttal vagy felhasználókkal is meg lehet osztani, ami szintén nagyon, nagyon kényelmes. Kevesebben használják például úgy a naptárat, hogy akár bárki is beleírhat, valamint megosztani úgy egy nagyobb csoporttal, például egy projekt keretében, hogy ott foglalnak időpontokat. Mi cold call kampányt csináltunk egy külső céggel, és az egyes időpontokat, amik ők lefoglaltak, azokat ebbe egy másik megosztott naptárba tette bele, ami nagyon szintén meg tudja könnyíteni a szervezést. A naptár meghívóról érdemes annyit tudni, hogy egészen nyugodtan küldjétek ki nagyobb cégnek is, tehát aki mondjuk Exchange-et, Lotus-t, stb. Használ, mondjuk befektetőknek, ezek szabványos meghívók, tudják kezelni ezek a rendszerek, viccelve, hogyha ők küldenek, akkor is. Néhány hónapja jött be, hogy most már a naptár bejegyzésből lehet videokonferenciát indítani, tehát be lehet kapcsolni, hogy magához a naptár bejegyzéshez egyből kerüljön be egy link, hogyha nem személyes meetinget szerveztek, akkor arra kattintva egyből a szobába tud kerülni a csapat, vagy azok, akiket meghívtatok. Arról nem is beszélek persze, hogy ilyen meghívott kezelést, azt nagyon könnyedén tudja használni, nagyon jól kezeli. Online tárhely, ez ugye tavaly indult ez a szolgáltatás, Drive, ugye a Docs mellé jött be. A Drive-hoz le lehet tölteni offline klienst, pont úgy használható, mint a Dropbox, kicsit néha kevesebb funkcionalitással, viszont mellette kapsz egy csomó minden pluszt, például van OCR, vagyis hogyha feltöltesz egy szkennelt szerződést, akkor rá tudsz engedni egy karakterfelismerőt. Nagyon jó használható, hogy nem kell újra legépelni a szerződést, maximum kijavítgatni.
magyar ékezetes karakterekre, de még a hindi nyelvre is kiválóan használható. Amit szintén kevesebben szoktak talán tudni, hogy ugye lehet mappákba rendezni. Régen ezeket a mappákat gyűjteményeknek hívták, kicsit olyan volt, mint a címke. Aztán a Drive miatt ezt átnevezték könyvtárakra. Viszont ettől függetlenül egy fájlt több könyvtárban is lehet tartani. Ilyenkor, hogyha ezt leszinkronizálod a saját gépre a Drive-on keresztül, ez persze két példányban lesz meg. Viszont ez nagyon kellemes, mondjuk ilyen projektek kezelésénél, nem kell egyébként a webes felületen duplikálni ezt a fájlt. Magához a Drive-hoz most már lehet különböző csatolmányokat telepíteni, például videóvágó kliens, webes. Érdemes megnézni, ilyen egyszerűbb videók vágására tök jól használható, és magát a videót is ugye egyébként a Drive-on menti és onnan is rendeli. Illetve, ha már startupok vannak itt, akkor nagyon jó lehetőség, hogyha van valamilyen olyan alkalmazásod, ami létrehoz valamilyen fájlt, akkor ide be tud települni, ide amikor létrehozol valamit, akkor ez egyből meg tud hívni egy külső alkalmazást, tehát gyakorlatilag kicsit egy a Google-nek az ökoszisztémájába bele tudsz kerülni, erről majd később is lesz egy picit szó. Hogyha elkezd növekedni a cég, akkor tipikus probléma szokott lenni, hogy túl sok dokumentum van és ugye elvesztek benne, erre majd lesz néhány megoldás, de ugyanígy lehet például több olyan alkalmazás is telepíteni, kicsit jobban karban tartja. A CloudLock alkalmazással kapsz egy összképet a cégben lévő dokumentumokról. Ugye ez akkor, hogyha Google Apps-et használsz, hiszen akkor az összes felhasználó összes dokumentuma fölött van egy ilyen kezelési jogod, és akkor láthatod, hogy ki mit hozott létre, melyik dokumentumot, melyik kulcsszóval, kivel osztotta meg, akkor ott kapsz egy ilyen governance-t, hogyha így tetszik. 10 perc. Jó. Oké, és videokonferencia, erről talán már meséltem, közben lehet dokumentumot is szerkeszteni, nagyon hasznos, utazgatást elkerülendő, meg ilyen mobil nomádoknak, neonomádoknak bent ülni a kávézóba, egyre több olyan embert látok, aki így dolgozik és a hangouton beszélgetnek. Ugye nagyon jó, hogy be lehet hívni Gmail-es felhasználót is. Na, és akkor egy picit a docsokról. Itt alapvetően az alap dokumentumok, a szöveges dokumentum, táblázatkezelés, prezentáció. A docsiknál, ami mondjuk megkülönbözteti egy Word-t, hogy többen tudjátok párhuzamosan szerkeszteni, emellett minden dokumentumnak van egy teljes ilyen historia, vagyis az összes előző verzió elérhető a keletkezéstől kezdve, vissza lehet állni bármelyikre, és látszik, hogy melyik részt éppen kiírta bele. A spreadsheeteknél, ahogy a táblázatoknál leszokták becsülni, aki Excel-t használt már előtte, érdemes azért megnézni, minden hónapban beletesztek valami új funkciót, amely egy kicsit talán újabb, mint, vagy hogy is mondjam, más megközelítés, mint az Excel, hogy natív SQL lekérdezéseket is lehet a táblákból írni, akár több táblát, vagy több spreadsheetet is meg lehet benne hívni. Mi például 23 fős cég vagyunk, gyakorlatilag spreadsheetbe kezeljük a bejövő számlákat, a postai iktatást, kimenő számlák, számlákhoz kapcsolódó áfa karbantartását, de ide tartozik a timesheet, kicsi projektcontrolling, vagyis hogy a timesheetek után kifizetett összeg és a projekten bejövő összeg az balanszban van-e. Ezeket egészen jól lehet spreadsheetben látni, és persze, hogyha az ember egy picit nagyobbra nő, akkor már lehet célszoftvert hívni. De az elején tipikusan mindenkinek van valami egyéni igénye, és arra nem kell egy nagy szoftvert, nagy alkalmazást bevezetni. Jó. Én egy picit önmagáról az ökoszisztémáról, itt lesz majd, jó lett volna fordítva, de itt lesz majd egy App Engine-es előadás, ami a Google-nek a ilyen alkalmazás fejlesztő környezete. Ugye középen, illetve itt van maga Google Apps, amivel meséltem, van egy Marketplace nevű hely, ami kicsit olyan, mint az Apple-nek az App Store-ja, csak ilyen céges alkalmazásokat lehet telepíteni, például projektkezelő alkalmazást, CRM, ugye amivel karban lehet tartani az ügyfeleket. Ez azért jó, mert utána a Google alkalmazás mellett tudjátok használni, vagyis ugyanazok a felhasználók érik el ugyanazzal a jelszóval például, nem kell megjegyezni egy új jelszót, és ugyanarról a felületről is elérhető. Rengeteg third party. Kicsit a Google Chrome-ról. Ide tartozik egyrészt a böngésző, érdemesebben használni ezeket az alkalmazásokat, tudtok ki, ez aki nem Chrome-ot használ, vagy nem Chrome-ot, vagy Firefox-ot, és nincs kényszerítve mondjuk bármi másra. Minden esetre Chrome-ban nagyon jól elkülöníthetők a felhasználói profilok, például lehet egy profilt a személyes felhasználásra, egyet a cégesre, tuti nem keverednek össze sem a bookmarkok,
sem bármilyen környezet, bármilyen alkalmazás, ez kifejezetten hasznos szokott lenni. Na és akkor egy picit jönjük ilyen tipikus lépések, amikor valaki elkezd Google Docs-ot használni kis cégbe, akkor az elején csak azt veszi észre, hogy marha sok doksi van, és tök jó, hogy ő tud benne keresni, de valahogy így elveszik benne rengeteg könyvtár, mert azt se tudja, hogy melyik projekt hova tartozik. A másik az, hogy bejön az, hogy kicsit jó lenne tudatosabban kezelni a projekteket, akár projektcontrolling, akár teendők szempontjából. A következő az, amikor az ügyfelei már nem tudja a spreadsheetben nyilván tartani, jó lenne valami más, esetleg hozzákapcsolni a leveleket. És akkor a végén mondjuk van több olyan folyamat, amit picit jobban szeretne automatizálni, számlák befogadása, kiállítása, timesheetek kezelése. És ezekre általában egy szépen sorban megtaláltok a marketplace-en a különböző alkalmazások. És leginkább itt a végén erre a folyamat automatizálásra mennék egy picit rá. Szerintem, hogyha valaki webalkalmazásokat használ, akkor maga az integráció az, amivel, hogyha már magabiztos az adott környezetben, akkor nagyon sok plusz értéket tud teremteni. Ennek az ilyen egyszerűbb megoldás, nem tudom, ki ismeri, ez a if this then that, vagy IFTTT. Ezzel ilyen egyszerű recepteket lehet létrehozni, tehát hogyha történik valami, akkor történjen utána ebben a következményeképpen valami. Például, hogyha feltöltenek egy képet Facebookra, akkor azt egyből mentse le a Google Drive-ra. Hogyha a Drive-on beteszek egy adott mappába egy adott dokumentumot, akkor azt nem tudom én töltse fel a weboldalamra valamilyen CMS rendszerbe. Rengeteg különböző olyan alkalmazást lehet itt meghívni, ami nagyon hasznossá teszi. Ha Evernote-ba beteszel egy dokumentumot, azt mentse le Google Drive-ba, stb. Tehát igazából a lehetőség viszonylag végtelenek. Több helyen megállhat a történet, hogy több helyen azt érezheti valaki, hogy ez már kevés. Például az AODOX ez egy ilyen munkafolyamat, dokumentum alapú munkafolyamat támogatás. Amikor azt érzed, hogy marha sok dokumentumod van, és már nem tudod, hogy mit hol találsz, vagy hogy ki mit láthat. Ez egy olyan alkalmazás, ami App Engine-en fut, App Engine-re fejlesztettük. Alapvetően nagyvállalati igényekre, éppen ezért a kis cégeknek vagy ingyenes, vagy nem tudom, talán 10 vagy 20 felhasználóig ingyenes, most beta fázisban van. Azt csinálja, hogy egy adott felhasználó a tulajdonosa az összes dokumentumnak, és különböző folyamatokat, munkafolyamatokat lehet definiálni. Például bejön egy számla, jóvá hagyta a főnök, ki van fizetve, archiválva. Ahogy ezt végigköveti, úgy módosítja a dokumentumoknak a jogosultságát, tehát ő kiláthatja, kiférhet hozzá. És a végén persze mindenki csak olvashatja mondjuk az adott dokumentumot. Következő ez a Run My Process, amikor bonyolultabb folyamatokra van szükséged. Például azért, mert valamilyen egyedi felületet szeretnél kezelni, mondjuk tipikusan a weboldaladra kitennél egy online fizetést, hogyha sikeresen lezajlott, akkor hozzon létre a kis webalkalmazásodba egy felhasználót, küldjön neki egy köszönőlevelet, tegye be a CRM megfelelő mappájába, és mondtam, iratkoztassa fel a meetupra. Maga a Run My Process egy felhő alapú alkalmazás, Amazonon fut. Az elején meg lehet csinálni a felhasználó interfészt, lehet definiálni a folyamatot, egészen bonyolult folyamatokat is, és hozzá lehet kötni különböző alkalmazásokat. Ez már nagy cégeknek is használható, mert egy csomó ilyen Oracle SAP cucchoz tud csatlakozni, viszont a kis cégek web alkalmazásait is nagyon-nagyon jól tudja kezelni. Oké, tipikus félelmek a Google-el meg a Google Apps-el kapcsolatban, gondoltam, egy ilyen díja mindig hasznos. Aki fél a felhőtől egy startup, az menjen orvoshoz, olyan szempontból, ha egy adataiban mi lesz, hova tűnik, a Google turkálni fog-e benne, meg mi lesz a titkos projekt dokumentációival, tényleg, nem ebbe fog turkálni. Nagy cégek, bankok is használják titkosítás nélkül, nem ez az üzleti modellje. Viszont attól már annál inkább lehet félni, hogy mi van, hogyha nincs internet kapcsolat. Erre is több lehetőség van. Egyrészt Chrome-ba használjátok, akkor van egy limitált offline verzió, ahol el lehet érni leveleket, dokumentumokat. Érdemes megpróbálni. Ugye a Drive-val hozzáférsz a dokumentumaidhoz. A másik félelem, hogy hogyan a mondjuk meglévő Office fájlaimat mennyire csúszik szét, hogyha Google Docs-ba kezelem. Egyrészt fel lehet tölteni csak olvasásra, akkor elvileg egyáltalán nem csúszik szét. Hogyha viszont szerkeszted, akkor persze kicsit utána kell szerkeszteni. A legjobb, hogyha ott hozod létre magát a fájlt, és az eddigi Office tudcaidat csak olvasásra nyitod meg. A harmadik pedig a sebesség. Én azt gondolom, hogy általában a webes alkalmazások között a Google-nek a responsivitása a legjobb.
de természetesen nem lehet olyan gyors sosem, mint egy elég gyors asztali kliens. Nagyjából ennyit akartam elmondani. Köszi szépen a figyelmet!